Muzsján van a legtöbb magyar diák középánátban. Az iskola elsőseinek száma mindig fontos mutatója volt a vidéken élő magyarság helyzetének. Két osztály nyílt az idén, összesen 24 elsőssel. Központi épületben 17 diák van, és a úgynevezett kinti épületben 7 diákunk van. Jövőre kilátás, vagyis hogy láttuk eddig, kevesebb gyerek lesz, mint az idén. Két év múlva már egy kicsit javul a helyzet. A vidéken élő magyar szülők legnagyobb része már magyar iskolába íratja gyerekét, a támogatás pedig segíti őket abban, hogy ez így is maradjon. Ez a támogatás számunkra azt jelenti, mivel hogy hát a mennyiségre, vagyis összegre véve nem olyan nagyon nagy jelentőségű, de azért csak annyit jelent, hogy gondolnak ránk az anyaországba, és mi itten a magyarságunkat bírjuk továbbra is megtartani, és nem is gondoljuk azt, hogy soha feladni. Szent Mihályon is van 8 osztályos magyar általános iskola, amelyben az idén 7 elsős kezdte el az iskolát. Ki segít bennünket, ugye most vagy sok mindent kaptunk ugye a tanszerelésben, és mikor megindultak az első, tehát ugye az iskolatáska és a fizetek, tolltartó felszerelésége, tehát az olyan volt, hogy nem is kellett aztán mást sem vásárolni. Az eseményen a Magyar Összefogás lista is képviseltette magát, Dolinszky Gábor a támogatás fontosságát emelte ki. A szülőknek, és én úgy gondolom, hogy az egész családnak egy öröm és egy boldogság, de egy megerősítés is egyben, és egy köszönet nyilvánítás azért, hogy magyar iskolába íratták a gyermekeiket. A Rákóczi Szövetség illetékesei szeretnék bővíteni a már meglévő működő programot. A távlati cél mindenképpen az, hogy eljussunk minden vajdasági magyar iskola kezdőhöz, sőt ezek előtt minden vajdasági magyar óvodáshoz és szüleikhez, és igyekszünk meggyőzni őket ennek a programnak a keretében, hogy igenis fontos a magyar iskola, igenis érdemes beszélni a magyar iskoláról. Pálinkás Barnabás hozzátette, céljuk az, hogy ösztönözzék a családokat arra, hogy magyar oktatási nyelvű intézménybe írassák gyermekeiket Kárpát-medence szerte.